24-én is, és május 1-én is Kunmadrason ő nyert. De most ez az országos bajnokság első futama, itt is meg kell mutatnia ennek az embernek, hogy mire képes azzal a jó kis Simpsonnal. Fogadjátok nagy szeretettel Molnár Jánost! Najancsi! Jó. Tessék oda nézni! Atya úristen, mint kecske szar a deszkán! Simán úgy pattog a Simpsonon, gyerekek, mint kecske szar a deszkán! Nagyon komoly! Tessék oda nézni! Háttal történő motorozás már is! Nem szarozik, bejön és már is háttal történő motorozást mutat be! Hát micsoda szemtelenséget, hölgyeim és uraim! Micsoda szemtelenséget! Egy nagy tapsot a Molnár Janinak! Mert hogy 50 km/h sebességgel nyomja! Egy kerék háttal! Ki mondja azt, hogy nincs tehetséges magyar versenyzője a magyar motoros életnek? Hát Talmácsi Gabival lehet, hogy kicsesztek ott a Stefanoék, de hát ha bízhatunk még abban, hogy lesz abból valami, de eléggé kizár, de hát ha majd a Stunt Riderekből újra. Ki tudja, Németh Balázsnak meg szorítunk, hogy sikerüljön beépülni ebbe a csapatba. Na de mindegy, most Molnár Jánosra koncentrálok, barátaim, mert komoly mutatványok sorozatát nyomatja, igen. Apróska ilyen, mint amikor a kutya oldalba pisilte a fát című mutatványt láthatunk a kutyák pszichoszexuális fejlődésének egy bizonyos stádiumát próbálta bemutatni a Molnár János, kicsit bátortalanul. Úristen gyerekek, 55-ös pozíció, nagyon komoly. És ezt minden Simpsonnal, azért ne feledjük el, egy Simpsonnal, hölgyeim és uraim, ugye annak idején az SB50-es, S51N, SB51 és a Simpson Electronic Enduro nyomultak ezerrel Magyarország útjain. Ó, tessenek oda nézni, beindul! Molnár János, a kapusújlaki olajkereső úriember! Ó, nagy tapsot kérünk szépen neki, gyerekek! El is leállt, nem baj! Úgy látom, olyan kisugárzása volt a kapusújlaki reptérnek, hogy leállnak a gépek. Főleg a Simpsonok! Jaj, gyerekek, a németek a hajukat tépnék, ha látnák, hogy mit csinálnak ezekkel a gépekkel. Gyönyörű, Molnár Jani lába rajta, azt a mindenségét. Hát ilyen, nem is tudom, magyar vándor előre a kormányon keresztül. Hoppá, de a Simpson után jön egy sokkal nagyobb teljesítményű turbonitrós, 5600 lóerős ECZ. Új, de komoly az is. Figyelj! Lopakodó üzemmódban van, mert a füst mögött próbál, vagy füst előtt próbál elbújni. Gyönyörű első kerék, aj! De merengett az első futómű, gyerekek! Hát van némi centírozási problémája a Janinak is ezzel a motorral, de nem baj. Már is tankonülős első kerék, figyelj! De szép! Kifordul, majdnem 180 fok, egy 120 fok hiány 180 fokos első keréken forgást láthatunk, de jó volt. Nagyon szép! És figyelj, ő is fel tud állni, hopp, gyorsan visszaugrik, de nem azért ennek ilyet, hanem csak úgy stabilizálta a gépet a biztonság kezdőjére. Gyerünk, Jankó! Molnár János, harmadik sebességű fog. Hú! Én nem tudom, mi van az első kerékkel, de nem tapad, az biztos. És most figyelj, ha nem tapad az első kerék, akkor minek bele? Első futómű nélküli Simpson! Na barátaim, a rendőrök dobnának egy hátast, hogyha így közlekedne a Molnár Jani otthon, és próbálnák így megállítani. Szolgálunk és félünk, Janikám! Kérnénk szépen egy jogosítványt, gyorsan adjál már elő! De mi van az első futóművel? Na, beindul, bazd meg, vagy mi lesz vele? Nem indul. Azt a drámát, gyerekek! Na most van egy igazi dráma a pályán! Tapsa a barátaim! Biztosátok meg, hát be tudja indítani a Molnár Jani! Mi van azzal, te jó Isten! Na, most már beindult, egy kis segédlettel, és ott van! Első futómű nélküli motorolást láthatunk Molnár Jánostól, barátaim! Állj, de kár azért a kis intermezzóért! Nagyon komoly! Magyar vándor, oda néz! A Simpson tankjába Molnár János penék mérete bele van kalapálva. Két hatalmas kalapásütéssel kialakították az ülő gumóknak a helyét. Molnár Jani barátaim pedig nyomja az akrobatikus rock'n'rollt első futómű nélkül, miközben Tisztel Csabának a keze a levegőben. Egy nagy tapsot kérünk szépen, hölgyeim és uraim! Molnár János, magyar Stunt Rider! Tehetség, szuper tehetséget láthattátok, oda néz! Kormány érintés nélkül 8-ast ír le! Hát fűcsomó legyek, ha értem, amit csinál, de nagyon szép! Gyönyörű, Molnár Marinak leesett a végén. Nem baj, ezt már a zsűri nem látta. Jannika!